Köszöntöm a Telera magazin nézőit! A 2020. évi 341-es számú kormányrendelet hatályos jogszabályai értelmében a 10.000 lélekszámot meghaladó városok közterületein kötelezővé tehető lett a maszkviselés. Appelszofer Ágnes, a város polgármestere, élve ezzel a lehetőséggel, bevezette Tolnán ezt az intézkedést. Változtak a sportolás szabályai, és kötelezővé tették a maszk használatot a tolnai közterületeken. Appelszofer Ágnes polgármester nyomatékosan kér minden lakost, tartsa be a korlátozási intézkedéseket. Ez alól értelemszerűen a zöld területek, amiből egyébként elég sok van a városban, ott nem kell maszkot hordani, és sportoláskor sem kell maszkot hordani. Az összes intézkedés, ami egyébként a járvánnyal és a járványügyi vészhelyzettel kapcsolatban megjelent, az nem csak helyi, hanem országos szinten is egyező, tehát mindenhol gyakorlatilag az országban ugyanazok a szabályok érvényesek. Ez történetesen azt jelenti, hogy sportlétesítmények csak versenysport használatára lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy ugyan nyitva vannak a sportcsarnokok, a kajakház, a focipálya, de ott amatőr sportolók, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy baráti társaság nem mehet be röplabdázni, teniszezni, focizni, de a sportegyesületek igazolt versenyzői versenyezhetnek és edzhetnek ott továbbra is. Ha verseny van, akkor azokat csak zárt kapus rendezvények keretében lehet megtartani, tehát gyakorlatilag nézők nélkül. Tudomásom szerint egyébként a sportegyesületek is próbálják egy kicsit csökkenteni az edzések számát, akár meg is szüntetni, mert hogy függetlenül attól, hogy szabad tartani edzéseket, azért valamennyien tudjuk, hogy ez egy magas kockázat egyébként, főleg egy csapatsportnál, ahol több gyermek vagy felnőtt egy légtérben, még ha az a légtér nagy is, egy légtérben van, és a vírus azért nagyon könnyen terjed, hiszen ott aztán nincs szájmaszk. Az intézmények tekintetében tudható, hogy a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár ugyan nem zárt be, de látogatókat nem fogadhat. A könyvtárban előzetes bejelentkezés alapján lehet cserélni könyveket, ez azt jelenti, hogy valaki e-mailen, telefonon, közösségi oldalon megírja, hogy milyen könyvet szeretne, becsönget, és akkor azt a kolléganők az ajtóban átadják az ő számára. Egyébként semmilyen más rendezvény, kulturális rendezvény és közösségi rendezvény nem lehet az intézményben. Ugye nálunk a Tolnai Kulturális Központ egyik telephelye, a központi telephelye az úgynevezett Lovarda, az egy sportterem is, tehát értelemszerűen gimnáziumi tornaórák és edzések lehetnek, de másfajta rendezvény nem lehet. Úgyhogy az ott dolgozó kollégák készülnek a jövőre, és igyekeznek esetleg olyan interaktív, közösségi, kulturális, közművelődési dolgokkal szórakoztatni bennünket, ami egy kicsit könnyebbé teheti most is a hétköznapjainkat. És még egyszer mondom, készülnek a jövőre, és remélem, hogy ez a jövő, ez minél előbb bekövetkezhet. A Családsegítő Központ működik, de az idősek klubja nem fogad látogatókat. Azokat az időseket, akik a tolnai vagy a mőzsi telepén szokták tölteni a napjaikat, saját otthonaikban, ha szükség van rá, ellátják. Tehát ez azt jelenti, hogy egyébként is ez az idősek nappali ellátása, ez a reggeli órától a kora délutáni órákig van, tehát ott szoktak az idősek bent lenni, de erről én korábban döntöttem, hogy ezeket a létesítményeket bezárom, hiszen itt kifejezetten idős emberek szoktak lenni, és úgy tartottam biztonságosnak, hogyha ők nem együtt vannak, hanem külön-külön mindenki az otthonában, és a Családsegítő Központ dolgozói pedig segítségükre vannak bevásárlásba, mosogatásba, takarításba esetleg, úgyhogy ők ebben a feladatukban is nagyon jól helytállnak. Ugyan a köznevelési intézmények közül az iskola már nem az önkormányzathoz tartozik, de azt azért el kell mondanom, hogy a Bosinski Mór iskolának a Bartók Béla utcai felső tagozatosokat felső tagozatosokat tanító része bezárt erre a hétre. Ez az ötnapos rendkívüli szünet azért volt indokolt, mert nem is annyira a gyerekek, hanem inkább a pedagógusok betegedtek meg.
És azt kell, hogy mondjam, hogy a lényeg szempontjából mindegy, hogy covidos vagy nem covidos ez a pedagógus, de nem tud órát tartani, és már olyan magas számú volt a pedagógusok megbetegedése, hogy nem tudták megoldani a biztonságos oktatást ebben a létesítményben, úgyhogy ott rendkívüli szünet van. Az óvodák ugyan önkormányzati fenntartásban és működtetésben működnek, viszont bezárni az önkormányzatnak, vagy rendkívüli szünetet elrendelni nincs lehetősége. Ez azt jelenti, hogy az oktatási hivatal az a népegészségügyi hivatal ajánlása alapján, aki a szünetet elrendelheti. Jelen pillanatban a Gesztenye és Kert óvoda mind a három csoportja bezárt. Itt sajnálatosan a pedagógusok lettek Covid pozitívak, így nincs lehetőség a létesítmény működtetésére. Három csoportról van szó, és a Pittypang óvodában a 6 csoportból 2 az, ahol pedagógusok megbetegedése miatt karanténba küldték a gyerekeket, tehát bezárták a csoportot, és gyerekek nem járhatnak óvodába. Éppen ma délelőtt beszéltem az óvoda vezetőjével, vagy az óvodák vezetőjével, és azt mondta, hogy ahol felbukkant esetleg, akár szülőről tudomást szereztek a szülők, hogy pozitív van a gyerekek szülei között, inkább önként nem viszik a gyermekeket, és én ezt egyébként helyesnek tartom, ha meg tudják oldani, akkor jelen pillanatban az a jó, hogyha mindenki otthon van, hiszen a gyerekek nem feltétlenül lesznek betegek, de mindenképpen lehetnek vírushordozók, és amikor a nagymamát vagy a dédpapát megölelik, akkor nagyon könnyen esetleg egy tragédiába torkolhat ez a szeretet, és hát nem kéne ide eljutni, úgyhogy jelen pillanatban is azt kérem mindenkitől, hogy lehetőség szerint maradjon otthon. Ugyan nem önkormányzati fenntartású, hanem egy Szekszárddal közös intézmény a Tolnai Idősek Otthona, mégis fontos róla beszélni. Ahol nem titok, hogy nagyon sok COVID-pozitív idős ember volt, és nagyon sokan kerültek, viszonylag sokan kerültek kórházba. Azt azért el kell mondani, hogy nem azért kerültek kórházba, mert az állapotuk olyan rossz volt, hanem azért, mert igazgató úr úgy látta jónak a helyi vezetővel együtt, hogy van arra lehetőség, hogy elkülönítsék ezeket az időseket az egészségesektől, akkor ezt tegyék meg. Tudomásom szerint az ott dolgozó házi orvos PCR-teszteket, tehát vizsgálatot végzett a tekintetben, mind a dolgozók, mind az ápoltak tekintetében, hogy ki a pozitív és ki nem. És így derült ki az, hogy nagyon sok idős és jelentős számú dolgozó is COVID-pozitív lett, de jól vannak. Éppen igazgató úrral is néhány perccel ezelőtt beszéltem. Már jönnek vissza az idősek a kórházból, nagyon kifertőtlenített intézményben, lakószobákban várják vissza ezeket az időseket, és a dolgozók közül is talán a napokban már az első jön vissza, hiszen azt se felejtsük el, hogy itt nagyon megterhelő ezeknek az idős embereknek a gondozása, főleg úgy, hogy a betegség mellett ugye nem fogadhatnak látogatókat, nem mehetnek ki, tehát gyakorlatilag személyes külső inger nem éri őket, és még jobban oda kell figyelni mentálisan is ezekre az idős emberekre. Sajnos, mint ahogy mondtam, a zápolók között is elég sok a beteg, úgyhogy más intézményből átcsoportosított igazgató úr munkaerőt, és besegítenek, de jó úton haladnak a dolgozók is, és jönnek vissza dolgozni, hogy még szebbé, vagy otthonosabbá, kellemesebbé tegyék az idősek ellátását. A Tolnai Polgármesteri Hivatal is bezárja kapuit, természetesen ez csak a személyes ügyfélfogadást érinti. Űrlapok vannak a bejárat mellett. Általános űrlapok azok hét mindennapján. Azok a segélykérelmek, amik kifejezetten ügyfélfogadáshoz kötöttek, amikor a keddi és a pénteki napokon szokták ezeket leginkább igénybe venni, azok kedden délelőtt, kedden délután és pénteken délelőtt kerülnek kihelyezésre, és egy gyűjtőládába kell bedobni őket, a kitöltött adatlapokat. Egyébként telefonon, e-mailen és az elektronikus ügyfélfogadási rendszeren keresztül a kollégáim továbbra is állnak az ügyfelek rendelkezésére.
jegyzőasszonnyal egyeztetve úgy állapodtunk meg, hogy itt is lehetőség szerint egy irodában maximum egy ember dolgozik, tehát többen dolgoznak távmunkával, otthoni munkával. A fennmaradt szabadságokat igyekszünk kiadni, tehát itt is vigyázunk egymásra, és én mindenkitől azt kérem, hogy otthon is, és másutt is vigyázzanak egymásra, hordjanak maszkot, tolnán kötelező, de ha nem volna kötelező, akkor is azt ajánlanám mindenkinek. Ez csak tényleg egy maszk, és lehet, hogy kényelmetlen, de sokkal kényelmetlenebb következményei lehetnének. A november 11-én érvénybe lépett járványügyi intézkedések értelmében a 14 éven felüli diákok digitális oktatásra álltak át. Nem sokkal később Tolnán rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az oktatási hivatala Vosinszky Móra általános iskola felső tagozatában. Az intézményben ugyanis több tanító elkapta a koronavírust. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója azt mondja, az elmúlt két hétben jelentősen növekedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. A november 11-én érvénybe lépett járványügyi intézkedések értelmében a 14 éven felüli diákoknak digitális oktatásra kellett áttérniük. Az általános iskolák, óvodák és bölcsödék pedig nyitva maradhattak. Akkor Novotné Bán Erzsébet, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium igazgatója azt mondta, a legnagyobb fejfájást az alsóbb évfolyamosok oktatásának megszervezése jelenti majd. Kicsit nehezebb lesz, hiszen hetedikesek, nyolcadikosok előreláthatólag még jönnek, tehát itt kell lenni a kollégáknak, viszont ha éppen nincsen velük órájuk, akkor pedig az otthon maradott diákokkal kell foglalkozni. Tehát ezt éppen most fogjuk majd pontosítani, kidolgozni, hogy milyen órarend szerint, hogyan tudjuk beosztani. Nyilván tömbösíteni tudjuk majd az órákat, és akkor így egyszerűbb lesz talán az oktatás. Tulajdonképpen fölkészültünk erre a lehetőségre, hiszen a Classroomban minden osztálynak megvan a kis osztály, a csoportja, tehát oda tudják a kollégák küldeni a feladatokat, illetve a gyerekek is tudják a megoldott házi feladatokat visszaküldeni. A Zoom reméljük működik továbbra is, ott már tulajdonképpen csak a két új osztálynak kellett némi útmutatást adni, és szerintem nem fog ez problémát okozni. Ami nehézség lesz, egyrészt az, hogy mi lesz a szóbeli érettségizőkkel, hiszen éppen ma tekinthették meg az írásbeli vizsga eredményét, és hát bizony bő két hét múlva lenne a szóbeli. Ezt nem tudjuk még egyelőre, hogy fog működni, és itt az iskolában is nagyon sokan szóbeliznének. Talán ez az, ami bizonytalanságot okoz, illetve az értékelés, hiszen ez nem lesz egyszerű. Tavasszal könnyebb volt a helyzet, mert egész évben dolgoztak a gyerekek, értékeltük a munkájukat, tehát az, hogy most lett még egy-két olyan jegy, amit az alatt a 2-3 hónap alatt szereztek, az rendben van, de most még csak 2 hónapja járunk. Úgyhogy ez egy picit biztos, hogy nehezebben fog menni, hiszen kipróbáltunk, több lehetőséget van, amelyik úgy, ahogy működött, van, amelyik sehogy nem működött, de ezt is valamilyen formában meg fogjuk majd oldani remélhetőleg. Nem sokkal később már be is zárt a kapuit a Tolnai Vosinszky Móra általános iskola felső tagozata, az iskolában rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az oktatási hivatal. A 8 osztályban összesen 203 diák tanult. Az intézményben több tanító is elkapta a koronavírust, az intézmény vezetője úgy fogalmazott, ellehetetlenült a nevelés és az oktatás biztosítása. Elmúlt hét során a kollégáim sorozatos megbetegedése miatt a Bartók utcai telephelyünkön ellehetetlenült a nevelés és az oktatás biztosítása. Ezen a telephelyen 8 osztályban 203 tanuló tanul. 4 kollégánknak lett a COVID-19 tesztje pozitív, és további 7 kollégát teszteltek. Az ő eredményeire várunk most. Ezért szükségessé vált, hogy 2020. november 16-tól 20-áig rendkívüli tanítási szünetet rendeljünk el. A többi telephelyünkön a tanítás továbbra is folyik, és ezeket a napokat majd a későbbiek során fogjuk itt a Bartók utcába bepótolni. A rendkívüli tanítási szünet idején nincs ugye tanítás, tehát most nem online tanítást rendeltek el. Ennek az az oka, hogy a kollégák voltak betegek, és
hogy a betegen lévő kollégák nem tudtak volna online órát tartani. Legalábbis nem mindenki volt olyan állapotban, hogy online órát tartson. Bár a tolnai iskolához hasonló eset több egyelőre nem történt, Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója azt mondja, az elmúlt 2 hétben jelentősen növekedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. A szekszárdi tankerületi központ intézményeiben több mint 10 000 diák tanul, és közel 1200 pedagógus dolgozik. De az elmúlt 2 hétben jelentősen emelkedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. Míg az őszi szünet utáni első tanítási napon 9 fertőzött pedagógus, 8 fertőzött diák volt az intézményeinkben, és 3 osztályban volt tantermen kívüli digitális oktatás. Ez a szám mostanra jelentős mértékben megnőtt. Jelen pillanatban 43 fertőzött pedagógusunk van, aki otthon van, 31 néhány diák, és 21 osztály számára rendelt el az operatív törzs tantermen kívüli digitális oktatást. Tolnán pedig 8 osztály számára az oktatási hivatal rendelte rendkívüli szünetet. Ami biztos, hogy azok a diákok és azok a pedagógusok, akik iskolában vannak, szuperbiztonságos körülmények között dolgoznak, mert hogy folyamatosan zajlik a fertőtlenítés az intézményekben, tehát az biztos, hogy az iskoláink a legbiztonságosabb helyek egyikének számítanak. Ezután is köszönjük a pedagógus kollégák, a technikai dolgozók és mindenkinek az együttműködését, hogy ez a helyzet így legyen, és minél előbb le tudjuk küzdeni a vírust. Most rövid reklám következik, majd bepillantunk Versegi Ferenc megújult és kibővült kiállító termébe, mindjárt folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Házat épít, átalakít vagy felújít? Akkor keresse a Kádzi Tüzépet Tolnán. Ha téglát, tetőcserepet, betonterméket, gipszkartont és vakolatrendszereket, szigetelőanyagot, USB lapokat, hajópadlót, lambériát keres, akkor a legjobb választás a Kádzi Tüzép Tolnán a Fácánkerti elágazóban. Nálunk a legnevesebb gyártók jó minőségű építőanyagaiból válogathat. Közel 5000 négyzetméteres telepünkön mindent megtalál, ami családi háza alapozásához, tetőszerkezetéhez, szigeteléséhez, felújításához vagy átalakításához szükséges. Szolgáltatásaink személyre szabott árajánlat készítés, szaktanácsadás, helyszínre szállítás. Ne feledje, a kedvező építőanyag vásárlás az építőanyag kereskedés jó kiválasztásával kezdődik. Nézzen be hozzánk, érdemes, Kádzi Tüzép Tolnán, a Fácánkerti elágazóban. Finomat enne? Várja Önt az Édesem cukrászda és pékség Tolnán, az Alkotmány utcában a CBA mellett. Kínálunk péksüteményeket, cukrássüteményeket, salátákat, szendvicseket, pizzát és rendelésre hamburgert is, legyen az reggeli, ebéd, vacsora, vagy csak ha úgy megkívánja. Kóstolja meg kávé különlegességeinket, vagy olcsa szomját üdítővel, alkoholos itallal. Finomat enne? Akkor térjen be hozzánk! Édesem cukrászda és pékség Tolna. Szép
Folytatjuk is a Telena magazint, saját házában rendezett be új kiállító termet Versegi Ferenc, a Habán fazekas technika egyedülálló magyarországi mestere. Kíváncsiak voltunk, mennyi alkotás fér el az új térben. A népművészet mestere és az általa készített Habán fazekas edények joggal számítanak Tolna megyei értéknek. Versegi Ferencet saját otthonában kerestük fel, hogy betekintést adhasson legújabb munkáiból a legújabb térben. Az idei év az egy nagyon komoly tovább lépés volt az életünkbe, mert 2 éve megcsináltuk a műhelyt. Ugye hát az ember, ahogy idősödik, ugye gondolkodik, hogy van-e értelme, és úgy látjuk, hogy van. És akkor az idén pedig volt egy 12 négyzetméteres kis kiállítóhelység, ami nagyon kicsi volt, és hát összenyitottuk az utcai első szobával, és így most van 40 négyzetméternyi kiállítóhelyünk. Itt végre talán méltó módon be lehet mutatni a munkáimat, mert egy csomó készletet ki tudunk tenni, látják az emberek, nem csak a polcon összestószolva. A másik pedig, hogyha jön egy csoport, és szoktak csoportok jönni, akkor 2-3-4 részletbe tudtam elmondani, amit szoktam a munkámról, meg egyáltalán a Habánról mondani. Itt pedig be tudnak jönni, itt van rá lehetőség, itt nyugodtan 20-25 ember be tud jönni, és itt tudok velük egyből alapvetően normálisan beszélni, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt, mert hát úgy gondoltuk, hogy azért ehhez a munkához méltatlan az a kis körülmény, az a kis kiállítóhelység, és hát a párommal és a család összefogásával sikerült ezt megoldani, mert ez egy igen komoly befektetés volt. És úgy látom, hogy talán van értelme, vagy lesz értelme, mert ha van egy ilyen lehetőség, akkor jobban látják talán többre, itt többen is értékelik, és kíváncsiak lesznek rá, és eljönnek, megnézik. Mint arról annak idején beszámoltunk, Feri bácsinak, ahogy Tolnán mindenki hívja, nemrégiben zárult 100 éve Habán fazekasság világában 70 évesen című kiállítása a Magházban. Akkor nagyszámú készletet tudott a nézők szemei elé tárni. Az új kiállítótérrel ez otthonában is megvalósulhatott. Kis kiállítóval egy készletet tudtam kitenni, itt pedig azt mondja, van 2, 4, 5, 6, 7 készlet. Még így is, még ha szeretnék mindent kiállítani, akkor kéne 200 négyzetméter, mert még mindig 6 készlet dobozban van. Sőt, még itt kint is van 3 készlet, tehát még 10 készlet még kellene, hogy ki tudjuk tenni, de majd apránként váltogatni fogjuk őket, mert változatosság azért fontos. De ez már méltó ahhoz, hogy a Habánt meg tudjam mutatni, és tudjak róla beszélni. Lássák az emberek, kézbe tudják fogni, nem pedig csak a polcon stószolva. Hát igazából a darabszámra hát közel egy ilyen 5-szöröse az, amit be tudok mutatni. Sajnálatára a jelen pandémiás helyzet nem teszi lehetővé, hogy csoportokat, illetve látogatókat fogadjon, pedig nagyszámú érdeklődőt vonz a tevékenysége. A Covid időszakot, tehát ez az év ez kilőve, de úgy általában szoktak jönni, havonta 1-2 busz szokott jönni. Érdekes dolog, hogy az ország különböző területéről, de megyéből is volt olyan, az idén volt egy csoport, akik a pedagógiai intézetnek a munkatársai, átjöttek, kíváncsiak voltak rá, egy jót beszélgettünk, agyagoztak egyet. Azért ez is egy jó dolog, mert nem csak, hogy nem hogy be tudom mutatni, hanem ha érdekli őket, akkor tudnak agyagozni, én a műhelyben ott is megvan rá erre a lehetőség, és ha közelben vannak, tehát nem külföldiek, akkor kiégetem nekik, és utólag megkapják azt, amit itt elkövettek. Igazából, ha jön egy csoport, akkor általában 1,5-2 órát szoktam mondani nekik, és volt, amikor a 2 órából lett 3,5 óra. Tehát ez a csoporttól függ, az ő aktivitásuktól függ, és bizony sok embert érdekel. Úgy veszem észre, hogy talán, ha ez le fog csengeni, akkor lesz értelme igazán ennek a beruházásnak, mert akkor azért nagyobb érdeklődés lesz. 2 évvel ezelőtt döntötték el a műhely felújításakor, hogy elkészítik ezt a szobát. Az előkészítés és tervezgetés 1 évig tartott. Kellett hozzá 1 év, mire oda jutottunk, hogy na, akkor most nekiállunk. Csak közben az idén bejött a járvány, aztán a család megunta
a gondjainkat, és akkor azt mondták, hogy na, akkor ők segítenek iparosokat szerezni, és így egy fiatal csapat jött, és igazából egy 3 hónap alatt meg elkészült az, amit itt látunk. Hatalmas munka volt, mert nagyon komoly átalakítás, földmunkától kezdve az égvilágon minden, főfalbontása, tehát itt nagyon komoly munkák voltak, de hál' Isten ott vagyunk, hogy készen van, és a családnak is tetszik, és akik eddig itt voltak, mindenki azt mondta, hogy na, ez végre egy méltó hely ahhoz, amit csinálunk. Mihelyt lehet, mi is újra meglátogatjuk Feri bácsit, biztosak vagyunk benne, hogy addigra megint kitalál valamit. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!